Már csak percek kérdése, és megérkezik a több mint 7000 rajongóm, hogy megnézze, hogyan teljesítem életem első futóversenyét. Kóp, májusfa futás, én készen állok. Andi, én már most elfáradtam, hogy átsétáltam a Margit Budai híd főjétől ide. Hogyan indul egy futás? Nyilván be kell melegíteni. Én azt se tudok, tehát hogy nagyon-nagyon az alapoktól kezdjük. Fejtől bokáig teljesen be kell melegítened. Az lesz. Egyesével is lehet. Általános iskola. Ég a zsír, gyerünk! És aztán jön egy érdekes mond, amire én a rokkodtam. Várjál, szédülök. Leszek. Most jó. Tovább. Egyik oldalon tartsuk meg. Ez nagyon bíró vicces, Andi. Mi jön most? Hát egy laza kocogással kezdjünk, szerintem. Karmunk a lényeges, hosszan szépen elnyújtott lépések lényeges, légzések. Ott pedig törekedj arra, hogy legyen egy ritmusa, hogy mondjuk három lépés alatt beszívod a levegőt, utána kifújod. Jó tempó, Andi, bírod? Hallom, már lihegsz, de hoztam neked csak itt jutifalat. Nem viccelek, nekem ez így fontos, hogyha sokat futok, akkor nekem muszáj ennem, mert ihes leszek. Vagy nem lehet közben? Hogy nagyon-nagyon hosszú a és egy maraton fut. Megeszek egy ilyen makaronit. Hogy szoktak azért ilyen frissítőket, mindenki a folyadékbevitelre arra nagyon figyelned kell. Ez belefér, ezt be tudom nyassolni. Tehát, hogy olyanok, amik ilyen kis apró, aha, energiát adó, tényleg apró falatok. És a futóverseny? Inkább sakkor indultam volna, hogy sakk versenyen akarok indulni. Nagyon jó a tempó. Nagyon sok követőm van. Ott vannak mögöttem. Orrom beszálljon ki. Akkora előnyt szereztem, hogy van időm másra is. Egészségváros, hogy mi történik itt, mert hogy ennyi embert életem nem láttam összesen együtt futni. És pár évvel ezelőtt kezdték el itt ezt a rendezvényt, iskolák, óvodák, gimnáziumok csatlakoztak hozzánk. Én nagyon kezdő vagyok még ebben, és most tudtam, hogy nemrégen mik a technikái ennek a futásnak. Nem tudom, láttad-e, hogy csináltam? Nagyon ügyes voltál, kérlek. Nagyon ügyes voltál, megdicsérlek. Azt kell tudni róla, hogy a szervezők mindenkit próbálnak invitálni, és már elsős gyerekek is futnak, nem sokára jönnek majd a mini. És miért nézték közben rám, mikor az elsős gyereket mondtad, hogy a technika... A távolság miatt, hogy nem csak egészségesek, hanem kedvesek is a szolnokiak, most már kiderült. Igen, tényleg lesz már most már hagyománya ennek a rendezvénynek. Akkor tekintettel arra, hogy mennyit készültem, én most megállok itt, kifújja magam, és megnézem, hogy futsz. Sajnos nem nyertem meg a futóversenyt, pedig nagyon készültem rá, de a megérdemelt pihenés itt van mellettem. Lányok, szeretném tudományos alapokról az egészet megközelíteni, mit tegyek? Vannak olyan standard élelmiszerek, amikről köztudott, hogy gyors energiafutlásra alkalmasak. Ilyen mondjuk a... Ja, mindent hoztam, itt van, nyugodtan elszegessétek, nem kérek pénzt érte. Attól is függ, hogy mi a célod. Egy kis gyümölcsös műzli szeletet javasolnék még. Sok idősz lehet? Lehet. Kalóriatartalma egy ételnek csak akkor probléma, hogyha azt a kalóriamennyiséget nem adod le, és akkor zsír lesz belőle. Hát ez így van. Ennyi. Nagyon sokat tanultam. Legyen egyensúly, jó? Ennyi a lényeg. Balansz. Meg tudtam futni, enni. Lányok, hát ez egy élmény volt. Nektek gondolom nagyon.